A diákok gondolatébresztő műsorával nyílt meg a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola hagyományos őszi tárlata, amelyet immár 17. alkalommal rendeztek meg. Cserpakovics András köszöntőjében hangsúlyozta, városvezetőként büszke arra, hogy az intézmény egykori és jelenlegi tanítványai művészetükkel tovább örökítik a város és egykori iskolájuk jó hírét. Örülünk annak, hogy idén visszatérhetett ez a kiállításra, most már megújult és átadásra került Tóparti, mert ez a környezet azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép és impozáns keretet ad minden évben. De annak a kiállításnak, ami egyszer a Tóparti léte, az itt folyó munka nélkül nem történhetne meg. És ez talán egy kicsit vissza is igazolása ennek a munkának, annak a minőségnek, amit itt fiatalok megkapnak, és aztán magukkal visznek, kit hova is visz tovább az élet. De örülök annak, hogy a más nem műveiken keresztül, alkotásaikon keresztül visszatérnek ide. Vizi László Tamásné főigazgató nem titkolta, megerősítésként tekint a kiállításra, amely sokatszor bizonyítja, hogy az iskola pedagógusai jól sáfárkodnak a kibontakozó tehetségekkel, akik ma már szerte Magyarországon bizonyítják, hogy kiváló alapokat kaptak. Két dolgot is ünnepelünk itt igazából, hiszen az iskolánknak ez az év a 35. fennállását ünneplő tanéve, és így aztán arra is gondoltunk, hogy egy olyan kiállítást kellene immáron 14-szer ebben az őszi tárlatban megvalósítani, amely valamihol egy visszatekintés, és közben pedig a jövőt is mutatja. Ezért is került arra sor, hogy ennek a kiállításnak a neve legyen az, hogy közöttünk, már csak azért is, mert azok a kedves régi tanítványaink munkái láthatók itt, akik most az egyetemen vannak és népszerűsítik, és a Tóparti jó hírét őrzik meg. Végvári Beatrix művésztanárként azt a tudatos munkát emelte ki, ami hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok művészete kiteljesedjék. Egyértelmű tudatos döntés volt az egész művészeti munkaközösség részéről, hogy most viszonylag nagy létszámban vannak úgy egyetemen fiataljaink, akik még azért kötődnek hozzánk, és nem léptek be a nagyon nagybetűs életbe, ahol ugye fölörli őket a mindennap, a pályán való maradás, a érvényesülés, a megélhetés. Tehát így jobban meg tudtuk azokat szólítani, akik éppen még egyetemen vannak, vagy frissen diplomáztak, és éppen ez egy nagyobb társaság. A tárlaton bebizonyosodott, hogy az ígéretes, kreatív és vizuális érzékenységű alkotások mögött komoly szakmai teljesítmény áll. A Tóparti is növendékek jó alapokat kaptak, hogy elsajátítsák azokat a mesterségbeli fortélyokat, amelyek a biztos jövőképet is jelentik.